Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mi várható rád a közeljövőben, ezt megtekintjük ennél a jóslásnál. A jelenlegi helyzetedre itt ez a kártya utal. Ez a kéz lehet egy isteni segítség. És ez a kéz átnyújt számodra valamit. Itt látható ez az arany érem. Az utalhat az anyagiakra, hogy javul az anyagi helyzet, vagy lesz egy nyeremény, amit az érmék még jelenthetnek a munkádat. Lesz egy jó ajánlat, egy munkahelyi változás. Itt kinyílik számodra egy új ajtó, egy új lehetőség. Amit még ez az arany érem itt jelent, a belső értékek. Te értékes vagy, megvan a tudásod, a tehetséged, megvannak a lehetőségek. Azon kívül, ha párkapcsolatról van szó, akkor megérdemelted azt, hogy megkapd a lelki társadat, és boldog légy vele. Ezen a képen látható a tudás, a tanulás. Az lehet, hogy tanulsz valamit, vagy lesz egy iskolázás. És megvannak a lehetőségek arra, hogy képezd magadat. De ha megtekintjük ezt a képet, itt látható még valami. Ez a férfi itt nagyon magabiztos. Az előfordulhat nálad, hogy valaki megpróbál uralkodni feletted, és parancsolgat neked. Itt ebben a helyzetben tanulnod kellene nemet mondani. Itt a képen láthatóak a csillagok, ami szerencsét hoz neked. Amit még ez a csillagkép jelent, a megfelelő időben, a megfelelő helyen lenni. És eljött annak az ideje, hogy tudatában légy a saját értékeiddel, és figyelj oda a lehetőségekre. Itt ezen a kártyán a halál látható. Természetesen jelenthet egy örökösödési ügyet is, de ennek a kártyának egy szimbolikus jelentése van, mégpedig azt közli veled, hogy valamit lezársz az életedben, elhagyod ezt a helyzetet, vagy elbúcsúzol valakitől. És mint ahogy a képen látható, itt ez a könnyűség, ez a szép nő elhagyja a múltat, és felszabadultnak érzi magát. Változik valami nálad a közeljövőben. Mindaz, ami eddig nyomasztott, szomorúvá tett, azt elhagyod, és felszabadultnak érzed magad. Itt, ezen a képen az uralkodó nő látható. Az jelentheti azt, hogy te uralkodsz a gondolataid felett, uralkodsz az érzelmeid felett, uralkodsz a helyzet felett, és kezedbe veszed a dolgokat. De azt is jelentheti, hogy te vagy a szolgáló nő, és mások uralkodnak feletted, mások parancsolgatnak neked, és itt a lecke, de ne hagyd ezt, nemet kellene mondani. Ezen a képen szintén a csillagok láthatóak, ugyanúgy, mint itt. A csillagok szerencsét hoznak,
itt lesz nálad egy szerencsés fordulat, amit a csillagok jelentenek, hogy eljött ennek az ideje. Amit a csillagok még jelentenek, hogy eljött most ennek az ideje. Amennyiben párkapcsolatról van szó, akkor az arra utal, hogy a csillagokban ez meg van írva, tehát ő a te lelki társad. A csillagképek jelenthetik az asztrológiát, a kártyavetést, egy spirituális területet. Itt a gombák szerencsét hoznak. És ahogy a képen látható, megvannak itt a kapcsolatok. Jó kapcsolatokat fogsz kötni, vagy valaki keresi veled a kapcsolatot, és itt lesz egy beszélgetés, vagy egy találkozás. Lehet barátság, vagy munkahelyi, családi kapcsolat, de utalhat a szerelemre is, hogy köztetek is meg lesz ez a kommunikáció. Itt ezen a képen szintén a csillagok láthatóak. Ennél a kivetésnél három kártya utal erre. Itt láthatóak a csillagok, itt szintén, és ezen a képen is megjelenik. Mint mondtam, ez szerencsét hoz, és eljött annak az ideje, hogy tanulj valamit, és búcsúzz el a múlttól, a félelmektől, uralkodj valami felett, és vedd kezedbe ezt az arany érmét. Itt is látható egy uralkodónő, és te vagy ebben a helyzetben. Foglald el ezt a trónt, foglald el a helyedet az életben. Éld a hivatásodat, élvezd a párkapcsolatot, légy a saját értékeidnek tudatában, és megkapod itt az elismerést, hiszen ez a kártya arra utal, és ezt a dicséretet megérdemelted. És ez volt a felvétel, kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderát.